Kedves nézőink, Önök Kávészünet című műsorunkat látják, és ahogy már megszokhatták, a műsor felvétele a rektor irodában zajlik. Köszönöm szépen, rektor úr, hogy időt szakított erre a beszélgetésre. És hát itt a tavasz, itt a megújhodás. Mi másról is beszélhetnénk először, mint az egyetemi válás jelenlegi folyamatáról. Hogyan összegezni, rektor úr, a jelenlegi helyzetet? Hát most már csak 3 hónap van, hogy átvegyük azt a bűvös papírt, amire 250 éve vár az egyetem, vagy a főiskola, vagy ez a líceum. És nagyon furcsa érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, mert most már kezdem én is elhinni. Tehát eddig csak dolgoztunk, és most már olyan közelségbe kerül, hogy elkezdtünk gondolkozni olyan finomságokon is, hogy hogy fog kinézni az a hét, amikor megkapjuk az egyetemi dokumentumokat, elkezdtünk gondolkozni, hogy milyen lesz az az ünnepség, kiket fogunk meghívni, úgyhogy a végéről is egy picit gondolkozunk, ennek a főiskolai létnek a végéről, de természetesen az, hogy nem gondolkoztunk róla, az nem csak az a fajta gondolkodás, hogy majd ha ott vagyunk, akkor belépünk, hanem hogy rengeteg dolgunk van. Tehát rengeteg olyan dolog van, amit most a főiskolán meg kell lépni ahhoz, hogy tényleg nyugodt szívvel tudjunk belépni ezen a csodálatos kapun. Ezek közül a legfontosabb az, hogy egy integráció lépései zajlanak. Jászberény és Gyöngyös érkezik ebbe az egyetemi közösségbe. Jászberény az egy kisebb falat, az aránylag gyorsan halad. A Gyöngyösi az egy sokkal nagyobb falat, hát egy egész főiskola fog belépni az Eszterházy Károly Egyetem házába, és hát ott rengeteg feladat van. Nagyon sok kiváló csapatot állítottunk össze, ezek vegyes csapatok, egriek és gyöngyösiek kéz a kézben dolgoznak, és úgy gondoljuk, hogy most már mindenki megértette azt, hogy ez egy egyetem lesz, tehát egyre kevésbé hangzik el az, hogy ez EKFS történet, ez Sárospataki, ez Jászberényi, ez Gyöngyösi történet, egyre inkább mindenki egyetemi gondolatokban gondolkodik, és nagyon-nagyon gyümölcsöző a kollégáknak az együtt dolgozása. Azt látjuk persze, hogy viták vannak, ezt nem is gondoltuk, hogy nem lesznek, de ahogy közeledik ez a július 1-e, a viták egyre csöndesebbek lesznek, és úgy gondoljuk, hogy nyugodt szívvel, örömmel tudjuk azt az egy hetet eltölteni, amit ígértem a kollégáknak, hogy azt örömmel fogjuk élvezettel, ünnepléssel eltölteni. Belülről egy kicsit biztos, hogy munkásabb ez az egyetemmé válás, viszont talán megnyugtató az, hogy kívülről bennünket miképpen látnak. Most gondolok arra az OECD delegációra, akiknek tagjai ide érkeztek hozzánk néhány héttel ezelőtt, és nyilván, hogy valamilyen képpel rendelkeznek az intézményről, hiszen bevontak bennünket az Eszterházy Károly Főiskolát egy nagy nemzetközi kutatásba. Érdekelne, hogy ők, tehát külső szemmel, hogyan látják a mi intézményünket, és tulajdonképpen milyen kutatásról lesz szó. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan látnak kívülről. Ugye általában az ember, amikor magáról gondolkozik, akkor mindig van egy képe, és ha megkérdezi a többieket, akkor néha ők egész furcsákat mondanak, és akkor elgondolkozunk, hogy akkor most a mi én képünk az hol is jár. Nekünk van egy egyetemi én képünk, hogy valójában kik vagyunk, ez nyilván a fenntartó sugallja felénk, tehát amikor pozitív kritikát, pozitív támogató mondatokat mondjuk egy intézményfejlesztési tervre, akkor tudjuk azt, hogy látják, hogy itt munka folyik, értékteremtés folyik. Amikor azt mondják, hogy támogatják az egyetemi válást, akkor úgy gondoljuk, hogy látnak bennünket valamilyen módon. Amikor komoly pályázati pénzeket nyerünk, akkor érezzük azt, hogy sok és mély munka folyik az Eszterházy Károly Főiskolán. De azért egy egészen különleges visszajelzés az, amikor külföldről érkezett szakértők mondanak véleményt. Egy majdnem tucatnyi szakértő érkezett meg egyik hétfő reggel az Eszterházy Károly Főiskolára, kedves udvarias bemutatkozás után. Nagyon-nagyon mély és szertágazó érdeklődésről tettek tanúbizonyságot. Gyakorlatilag minden érdekelte őket, érdekelte a stratégiánk, érdekelte a minőségbiztosításunk, érdekelte a hallgatói lét, a nemzetközi kapcsolatok, a tudománymetria, az oktatás, tehát gyakorlatilag eljöttek ide szerényen, kedvesen, és utána különböző csapatokkal találkoztak. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy bejöttek a rektor mindenféle szép és rózsaszín mondatokat mondott, és utána ők tapsoltak, hanem különböző csapatokkal találkoztak,
és délután 4 óra fél 5 tájban mondtak egy összefoglalót, és hát úgy gondolom, hogy én igyekszem a kollégákat dicsérni, meg látom az értékeiket, de ott egészen elképedve hallgattam azokat a dicséreteket, amiket mondtak a külső szakértők. Gyakorlatilag azt láttam, amit egyébként tudok, de most külső szem is megerősítette, hogy fantasztikus csapat gyűlt itt össze az Eszterházy Károly Főiskolán, akik fantasztikusan teljesítenek, és tudnak egymásért is küzdeni. Elmondták azt, hogy ami stratégiát megalkotott az Eszterházy Károly Főiskola a következő 5 évre, az egészen különleges, magas szintű, európai színvonalú. Elmondták azt, hogy az a minőség biztosítás, az a minőség értékelési rendszer, amit kidolgoztunk, és ami nagy portfert fel itt házon belül, az egészen különleges és európai szintű. Elmondták azt, hogy ahogy gondolkozunk mi nemzetközi kapcsolatokról, az európai szintű. Olyan mondatok hangoztak el úgy, hogy előtte csak már létező egyetemeket láttak, itt nem sorolom az egyetemeket, hogy igazán úgy gondoltuk, hogy valamilyen jó utat kezdtünk, jó úton haladunk. Azt mondták, hogy már voltak jó néhány Magyarország egyetemen, de amit itt látnak, ilyet nem tapasztaltak. Úgyhogy belekerültünk egy csapatba, ahol nézik a fejlődésünket, nézik, hogy merre mozdulunk, és hát én reményem szerint, amit ott elmondtak, azok a papírra is le lesznek írva, és akkor úgy gondolom, hogy a főiskola társadalmának, a fenntartónak is lesz egy közvetlenebb visszajelzés arról, hogy egyébként mi is folyik itt. Nagyon szép napunk volt az a hétfői nap. Ha már a nemzetközi egyetemekkel való összehasonlítás témát rektor úr említette, Dániába járt egy delegáció, melynek ön is tagja volt. Hogyha megnézzük azt az adott nemzetközi dániai egyetemet, ami, valljuk be, mostanában Dánia egyébként nagyon vonzó a továbbtanuló diákok számára. Ott, ebben az összehasonlításban mit látott rektor úr? Egyáltalán miért vonzó az adott dániai egyetem, mondjuk partnerkapcsolat szempontjából, a nemzetközi esítés szempontjából, és mi volt nagyon más, esetleg vonzó? Én úgy gondolom, hogy az emberi élet az nagyon apró véletleneken, a gondviselés odafigyelésén múlik. Egy olyan egyetemet kerestünk Európában, akinek van tapasztalata arról, ahova mi be fogunk csöppenni. Tehát az, hogy több kampuszú egyetem, színvonalas, jól összefogott, hát ilyen van azért Európában több, és akkor kerestünk egy ilyen egyetemet, és furcsa módon a hallgatóink vezettek erre a dologra rá, ugyanis ők néhány éve egy ilyen dániai egyetemre járnak, ahol is 4 kampusz van, és a pedagógia szakosok, a tanárszakosok, tanítószakosok oda járnak ki ilyen Erasmusos ösztöndíjakkal. Ez egy nagyon érdekes dolog. Mondtuk, hogy hát ha ők oda járnak, nekik jó, csupa pozitív visszajelzés, akkor érdemes elmenni és megkérdezni, hogy mégis mi történik ott. Egy 4 tagú delegáció ment 2 napra rövid látogatásra, azzal a feltétellel, hogy nem csak a fő kampuszba, hanem a többi kampuszt is szeretnénk látni, és ott a véleményeket össze szeretnénk gyűjteni, hogy csinálták, most hogy működtetik. Ez egy nagyon-nagyon érdekes történet volt. Dánia tudjuk, hogy egy nagyon magas színvonalú demokráciával rendelkező kultúrált ország, jó színvonalú oktatással, és hát kiderült az, hogy mi ettől az egyetemtől jobbak vagyunk. Tehát furcsa volt ezt látni, de hogy mind minősítettségben, mind szervezettségben, mesterképzésekben, doktori képzésekben a jelenlegi főiskola vagy a leendő Eszterházy Károly Egyetem ettől jobb színvonalú. Amiben nem jobb színvonalú az, hogy ott már ez működőképes, nagyon-nagyon precízen működtetik, és hát azt is el kell mondani, hogy a költségvetések között egy 4-szeres faktor van, ami után mi nyilván egy nagyot nyeltünk. Ő gyakorlatilag megkérdezte a rektor úr, hogy egyáltalán mi hogy csináljuk ezt a jó színvonalat negyen annyi pénzből. Hát mosolyogtam, mert nehéz erre válaszolni, azt nehéz elmondani, milyen lelkes kollégáim vannak.
Mondtam, hogy nem örülök, hogy vittem kollégákat, mert így hallották azt a mondatot, hogyha valakinek 40 órástól hosszabb munkahetei vannak folyamatosan, akkor szólnak neki, hogy valamit nem jó csinál, és jó lenne, hogyha kipihenné magát. Tehát van mit tanulni bölcsességben, okosságban, emberségben, irányításban. Úgy láttuk, hogy egy nagyon-nagyon jó szervezet, nagyon gondosan kimunkált egyetemi struktúra van, és furcsa módon, vagy nem furcsa módon kisimultak voltak a kampuszok is, tehát nem érezték azt, hogy a demokrácia nem működik minden szinten. Tehát mindegy volt, hogy a legnagyobb területen voltunk, vagy a legkisebben, mindenki ugyanilyen lelkesedéssel beszélt arról, amit csinált. Ami még nagyon kellemes volt, hogy találkoztunk egy olyan iskolaigazgatóval, aki egy úgynevezett free school vezetett. A free school az azt jelenti, hogy a szülők alapították az iskolát, és oda egy igazgatót kerestek, és fölépített egy iskolát, ami egészen különleges módon működik. Mindenhol van persze kerettanterv, de azt, hogy a célok milyenek, azt bármilyen úton el lehet érni. És egy fantasztikus, szabad, fantasztikus, innovatív iskolát láttunk, úgyhogy meg is hívtuk az igazgatót, hogy jöjjön már el, és hát most ugye itt új utakat keresünk, új kihívásoknak szeretnénk megfelelni. Nem a free school a példa, de úgy gondoljuk, hogy egy pár dolgot el lehetne tőlük lesni, hogy hogyan kell hallgatókat bevonni a mindennapokba, hogyan kell őket dolgoztatni, úgyhogy nekik jó lessen. Nagyon-nagyon izgalmas volt. Az egész két nap nagyon tanulságos volt. Az, hogy a büdzsék között ekkora különbség van, azt úgy gondolom, hogy mi jelenleg lelkesedéssel pótoljuk, de reméljük, hogy a büdzsé is fog szebben alakulni. Új utak, új együttműködések, az előbb ez is elhangzott. Az Eszterházy Károly Főiskola igyekszik a várossal, a város civil szervezeteivel szorosabb kapcsolatokat létesíteni, vagy esetleg teljesen újakat elindítani. Gondolok most itt az Erdély Bódműhelyre, illetve arra a programra, ami elsőként sikerült megvalósítani. Itt volt egy nemzetközi borszakértő, Elizabeth Gebei. A borműhelyről egy kicsit, hogyha behallhatnánk, és erről a programról, annak a tapasztalatairól. Hát úgy gondoljuk, hogy a szőlészet, borászat Észak-Kelet Magyarországon nincs teljesen a helyén, és szerintünk nincsen más, aki ezt a szerepet betölthetné. Itt minden esetben vannak persze önjelöltek, akik úgy gondolják, hogy ezt meg tudják csinálni, de úgy gondoljuk, hogy ez az Eszterházy Károly Egyetemnek lesz a feladata. Így kézenfogva, Sárospatakkal, Gyöngyössel, Egerrel. És azt mondja egy bölcs mondás, hogy amikor kész a tanítvány, megjelenik a mester, mi most készek vagyunk változtatni, készek vagyunk új utakat járni, de tény, hogy mi nem tartunk ott, hogy ezeket az új utakat el tudjuk kezdeni. Gondolkodásban, szakember minőségben, infrastruktúrális háttérben, tehát gyakorlatilag azt mondhatok, hogy az eszme megvan, de még a felépítmény az hiányzik. És a legjobb ilyenkor ugyanolyan módon, ahogy az OECD-ről próbáltam beszélni, a legjobb ilyenkor tükörbe nézni. Hát meghívni valakit, aki megmutatja nekünk a tükröt. És eljött egy Master of Wine hölgy, aki Angliában született, jelenleg Franciaországban él, és bejárta már az egész világot. A Master of Wine az a professzora a szakmának, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ő mindent tud, amit a borról érdemes. És hát a borászok nagy érdeklődéssel eljöttek a kápolnába, amely kápolna azt az egyetemi hangulatot árasztja, amit az Eszterházy Károly 250 évvel ezelőtt beleépített ebbe a líceumba, és úgy gondoljuk, hogy a borászatot is szeretnénk ilyen egyetemi szintre emelni. Viszont a tükör az egy kicsit görbére sikerült, ugyanis hát amikor belenéztünk ebbe a tükörbe, furcsa dolgokat láttunk, kiderült, hogy nem tudja a világ, hogy mi a kékfrankos, nem tudja a világ, hogy mi a bikavér, és hogy hiába vagyunk olykor nagyon nagy magabiztossággal gondolkodva a mi dolgainkról, a világról, a borainkról, a világ ezt nem tükrözi vissza. Úgyhogy egy torz tükröt láttunk, és gyakorlatilag leírta nekünk azt, hogy hol kell változtatni. Na most a sokszor idézett mondat, hogy a bölcs a hibáira, mint kincsekre tekint, itt
úgy gondolom, hogy a borászokkal egyetemben mi is azt mondtuk, hogy jó, mert egy útnak az elején vagyunk, és el kéne kezdeni közösen gondolkozni. Itt nagyon-nagyon sok olyan kérdés van, ami a 21. században már mondhatni triviális, például honlap, nincsen olyan honlap, ahol mondjuk bikavért lehet keverni, ahol a bikavérről mindent meg lehet tudni. Nincsen olyan Facebook oldal, ahol a egri borműhely vagy borút meg tudná mutatni, hogy ő kicsoda. Nincsenek borutak Egerbe kitalálva. Egy csomó-csomó olyan dolog nincs, ami egyébként a világban, hogyha arrébb megyünk kicsit nyugatabbra, akkor már megvannak. Ezek most még hiányoznak Egerbe is, Tokajban is, Gyöngyösön is. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy nem volt jó hallgatni, amikor kivetítette, hogyha beírjuk a bikavért, akkor gyakorlatilag az egervines bikavér és egy matyóruhás lány jön ki elsőnek, de utána úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon-nagyon jó irány, hogy látjuk azt, hogy kik vagyunk, és úgy gondolom, hogy akkor a földrengés nem okozott, hanem inkább tetre sarkalt, úgyhogy Lőrinc György, Szent Andrea birtok tulajdonosa, ő már jelezte, hogy akkor a következő hetekben újra leülünk és folytatjuk. Úgyhogy nem vagyunk elkeseredve, tudjuk, hogy hosszú még az út, de szerintem év végén, amikor karácsonykor beszélünk arról, hogy hol is jár az egyetem, akkor egy csomó szép dolgot fogunk majd tudni mondani. És a tükör azt hiszem, hogy kisimul, a feladatok itt vannak előttünk, vannak bőven, és szebbnél szebbek. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm szépen.